Sziasztok! Mai napon a tárjelzést fogom elkezdeni Connorral. Kicsit megkéstünk, de még most sincsen késő. Kell hozzá egy kártya. Ez jó, egy régi bankkártya, vagy valamilyen tagsági kártya. És én száraz tápot fogok alkalmazni. Egy célom lesz csak kutyával, hogy eldobom a kártyát, és ő a kártyát bejelezze nekem. Ez úgy fog kinézni, fölé hajolok a kártyának, és dobálgatni fogom rá a kis tápszemeket. A kutya pedig előbb-utóbb rá fog jönni, hogyha ő ránéz a kártyára, vagy megáll fölötte, vagy esetleg lefekszik, jelzi, akkor azért jár a jutalom. Nézzük meg, hogy néz az ki. Kon! Figyelj! Aha! Hopp! Jó, gyere, Koni! Figyelj! Azaz! Letette az órát egy pillanatra, csak lassú voltam. Koni! Igyekszem úgy dobni, hogy legyen meg ez a kis kattanó hang is a kártyám. Szuper. Most próbálja a kezemből kitúrni. Most várok egy picit, hogy újra koncentráljon a kártyára. Gondolkodjon picit. Azaz! Hát most a lehető legrosszabbkor ejtettem ki a tápot. Viszont nem figyelt, ugye? Ráértettem a kártyára, és már tudta, hogy ez a kártyán lévő hang, ez azt jelenti, hogy ott érkezni fog a kaja. Úgyhogy kicsit arrébb dobjuk. Azaz. És elguruló szem után is visszajött, ennek nagyon örülök. Na! Azaz. Ezért volt nagyon rossz elejteni a tápot a kezemből, amikor piszkálta, mert most azt hiszi, hogy ezzel is sikert érhet el. És megvárom, míg lekapcsol, és elkezd majd gondolkodni. És remélem eszébe jut a kártya. Ha nem, akkor majd a kártyára ejtek egy szemet, hogy eszébe jusson. Azaz! Ezt egyébként, ha otthon csináljátok, akkor még könnyebb dolgotok van. Mert most így a környezetben elég sok minden elvonja a figyelmét. Na szóval egy kis technikai malőr, ugyanis Connor szétcsapta a kamerát, de újraindítottuk. Kezdődik újra a játék, megfogom a kártyát, eldobom. Ugye? Eddig a kutya azt szokta meg, hogy a kezemet kell követni, azt kell provokálni, benne van a kaja, előbb-utóbb megkapja. Na most ugye erről le kell kapcsolni, azaz. Ugyanis most a kezemben van a kaja, de neki egy tárgyat kell néznie, egy tárgyat kell provokálnia ahhoz, hogy kaját kapjon. Azaz. Szuper! Lényegében erről szólna a játék. A kutya itt elkezdi szaglászni a kártyát, és én cserébe ejtek le neki kaját. Összeszedi, visszajön érte, megint jelzi a kártyát, én megint eldobok egy szemet. Most már elkezdem direkt úgy elejteni, hogy a szem arrébb guruljon. Lássam, hogy a kutya mennyire tudatosan jön vissza ehhez a kártyához. És teljesen
látom, hogy kezd tudatossá válni neki ez a mozgás. Jön vissza a kártya az elgurult szem után is egyből. És igazából ennyit várok el az első tréningen tőle. Hogy tudatosan menjen odahoz a tárgyhoz. És onnan várja a jutalmat. Szuper! Jó van ez az! Jó, úgyhogy első körben ennyi a gyakorlás. Ezt még megcsináljuk egy párszor, és akkor tudunk tovább lépni. Jó? Jó gyakorlás mindenkinek, sziasztok!